Közös agrárpolitika, országos roadshow, minden idők legnagyobb mértékű agrár támogatásáról olvasható a képernyőn. Mohácson találkoztak a baranyai gazdák, agrárszakemberek, hogy beszéljenek a most indult EU-s pénzügyi ciklusról. Azonban más hatások is érték az agráriumot az elmúlt hetekben. A szomszédban lévő háború, az üzemanyagár változás, az inputanyag változás, a gépárak változása és a pályázatok. Tehát összességében azért a mezőgazdaságot az elmúlt három hónapban nagyon sok jogszabályváltozás érintette, és ezért hívtuk össze ezt a fórumot, hogy a gazdálkodókat minél szélesebb körbe naprakészen tájékoztatást tudjuk tartani nekik. Több pénz jut a magyar mezőgazdaságnak a következő években. Ez a mostani politikai szándék, mondja a terület parlamenti képviselője. A kormánynak elhatározott szándéka, hogy az agráriumba az eddigieknél is nagyobb fejlesztési forrásokat szán. Ugye, amikor én ezt hallom a miniszterelnökök, akkor tudom, hogy én egy olyan térséget képviselek a magyar parlament, aminek hihetetlenül jó adottságai vannak, tehát szinte az ország legjobb agrár térségei közé tartozunk. Ha többletfejlesztések nyílnak meg az agrárium előtt, akkor nekünk ebből részesedni kell. Két évig dolgoztak az EU közös agrárpolitikáján, most azonban az orosz-ukrán háború miatt gabona hiány van. Ez átéri az eddigi elképzeléseket. Nem lehet a termelést korlátozni, nem lehet parlagoltatni a földet, amikor minden szem gabonára szükség van. Ilyen viszonyok között nem lehet megvonni a műtrágyát, hisz a hozamokat növelni kell. Ilyen viszonyok között nem lehet a növényvédőszereket letiltani, amikor azt akarjuk, hogy megvédjük a termést, hogy legyen termés. Tehát ebből a szempontból a kérdés nagyon egyértelmű és nagyon aktuális, hogy igen, ilyen körülmények között a gazdák változatlanul képesek termelni, de azt kéretik, hogy kezüket, lábokat ne kössék össze. 12%-kal nagyobb a közvetlen támogatások összege a következő 7 évre, mondja az elnök. Nagyon sok megkötés van, környezet, klímavédelem, állatjóléti előírások többek között. Ezekre fel kell készülniük a gazdáknak, ebben segít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. Ha az Unió végre a nemzeti stratégiai tervünket, amit mi határidőre benyújtottunk december 30-án a múlt évben, végre elfogadja, minősíti, vagy lefolytatjuk azt a vitát, ami ilyenkor szükséges, akkor tulajdonképpen az mondható el, hogy mi készen állunk, felkészültünk, összességében 7600 milliárd forint áll rendelkezésre erre a 7 éves időszakra. De ez a különböző befektetői pénzekkel elérheti a 9000 milliárdot is. Ez az összeg versenyképes pályára állítja a magyar mezőgazdaságot, élelmiszeripart, mondja az elnök.